A parlament elé terjesztett két bizalmatlansági indítvány közül előbb a szociáldemokrata pártét vitatja meg a plénum. Erről döntött kedden a parlament kétházának összevont házbizottsága. A szociáldemokrata párt által benyújtott bizalmatlansági indítványt hónap 14 órakor olvassák fel a parlamentben, majd jövő kedden szavazásra is bocsátják azt. Az USZERE Plusz és az AURA által korábban benyújtott indítványról szóló szavazást nem tűzték napirendre. A döntést azzal indokolta a PSD, a PNL és az RMDS az összevont házbizottsági ülésen, hogy megvárják az Alkotmánybíróság keddi döntésének indoklását az ügyben. Ludovik Orbán szerint ez teljesen szembe megy az alaptörvény előírásaival, és egyébként is a kabinet mindössze egy nappal kormányozhat többet. Gyakorlatilag a Kücsü kormány mindössze egy napot nyert azáltal, hogy a PSD bizalmatlansági indítványát bocsátják előbb szavazásra, hiszen az USZERE Plusz AUR indítványáról hétfőn kellett volna szavazni, míg a PSD indítványát csütörtökön olvassák fel, és kedden szavaznak majd róla. A szenátus elnöke az USZERE Plusz színeiben tevékenykedő Anca Drágu úgy fogalmazott, ismét lábbal tiporták Románia alkotmányát, de a szövetség hajlandó megszavazni a PSD indítványát is. Persze, ha a PNL vezetősége nem tér jobb belátásra, fogalmazott Drágu. A labda most a PNL tér felén van. El kell döntse, hogy kormányozni szeretne vagy sem. A mi részünkről ennek egy feltétele van. Florin Kücsü nem lehet kormányfő. Ha tovább akarják folytatni a konfliktust, akkor az előrehozott választások sem kizártak. Minden opció az asztalon van. Ludovik Orbán képviselőházi elnök az ülés végén arra is emlékeztetett, hogy egy tavalyi alkotmánybírósági döntés értelmében a kormány megbuktatása esetén Klaus Johannis államfő nem jelölheti újra Florin Kücsüt kormányfőnek.